Sajtótájékoztatón összegezte zalaegerszegi kampány tevékenységét a Mi Hazánk mozgalom. Kis Ferenc a párt polgármester jelöltje eredményesnek ítélte az elmúlt két hetet. Példaként említette, hogy a Landorhegyi buszmegállót, melynek állapotára múlt héten hívták fel a figyelmet, a napokban elbontották és a hétvégéig felújítják. A buszmegállókat, amelyik elhanyagolt, minden ez is, itt a Mártirok úton, ezeket tapétával felújítottuk, és így, mivel kint voltunk az embereket, itt rengeteg választóval tudtunk beszélni, mi kimaradtunk a sárdobálásból, mi elmondtuk a programunkat, elmondtuk, hogy a városban mit szeretnénk, konstruktív ellenzékként fogunk tovább is dolgozni, ezt már az előzetes mérések alapján látjuk. Farkas Attila, a párt helyi szervezetének vezetője bejelentette. A kampányt lakossági fórummal folytatják. Csütörtökön országjárásának részeként a Zalai vármegye székhelyre érkezik a Mi Hazánk elnöke. Holnapi napon Torockai László Zalaegerszegen tart egy lakossági fórumot a Kontraszt Bistro rendezvénytermében, ami a régi MMIK épületében található. Várunk mindenkit szeretettel. Szeretnénk, hogyha minél többen lennénk, és természetesen nagyon várjuk az embereket, hogy 9-én a választás napján is elmenjenek az urnákhoz, és szavazzanak a Mi Hazánkra. A politikusok legfontosabb feladatuknak a fiatalok élethelyzetének javítását tekintik. A párt 12 zalaegerszegi választókerületben indít képviselőjelöltet a június 9-i voksoláson.